Sorban szerzi a győzelmeket Vas László együttese. A Csákvár elleni siker után ismét pályára lépnek a fiúk a Stadion utcában. A tabella második helyén álló, az élvonalba jutásra hajtó Vasas FC-t fogadja a 27. fordulóban. Minél több pontot tudjunk szerezni, azért is, mert hazai pályán játszunk. Hál' Isten, úgy gondolom, hogy egy elég jó tavasz produkál most a csapat, úgyhogy remélem, hogy ugyanezen az úton tudunk tovább haladni. Nem tudja, hogy ezt a harciasságot, amit szerintem eddig is belevittünk a mérkőzésekbe. Nyilván örülnék neki, ha sokkal több támadást tudnánk felépíteni passzjátékkal, de nem az erősségünk, de szerintem ezzel nincs semmi probléma az NB2-ben. A saját egyéni kvalitásunkat, hogyha bele tudjuk tenni 100%-ig, azt gondolom, hogy pontokat tudunk majd szerezni. Az eltörlésre került járványügyi korlátozások lehetővé teszik a szurkolók számára, hogy a helyszínen támogassák a csapatot. Lesz is szüksége erre Vas László tanítványainak, hiszen egy igen fontos mérkőzés vár rájuk szerdán. Számunkra minden mérkőzés fontos, ez nem lesz másképp holnap sem. Nem kell szerintem alátámasztanom azt, hogy a Vasas a DVTK-val együtt kiemelkedik ebből a mezőnyből több szempontból is. Nemzetközi rutinnal, válogatott játékosokkal, komoly tapasztalattal rendelkező játékosaik vannak, akik a mérkőzés bármelyik pillanatában döntően befolyásolni tudják az eredményt. Ettől függetlenül nem készülünk más, hogy mint ahogy eddig sem. Próbálunk maximálisan mindent megtenni azért, hogy a korlátozások után visszatérő szurkolóinkat bátor és becsületes játékkal megörvendeztethessük. A mérkőzés március 9-én este 6 órakor veszi kezdetét Pécsett a PMFC stadionban.